ismételt felszólalásra Apáti István. Képviselő úrnak adok szót a Mi Hazánk képviselőcsoportból, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Néhány dolog még eszembe jutott, ugye az első körös vagy második körös felszólalásomban említettem, hogy alapvetően csak magunkra számíthatunk, egész történelmünk erre tanít minket, meg arra, hogy ne hagyjuk magunkat ütköző zóna címén konzként odavetni és feláldozni világhatalmi érdekek oltárán. De visszakanyarodnék a csak magunkra számíthatunk gondolatkörhöz és az energiaellátáshoz, az energiabiztonsághoz. Ugyanis ha bekövetkezik a legrosszabb, és vagy a háború, a jelenlegi keretek között zajló háború beláthatatlanul hosszú időre elhúzódik, ha ne adj Isten meg eszkalálódik, ha ne adj Isten világháborúvá terebélyesedik, akkor annál súlyosabb lesz, és annál égetőbb a következő kérdés, hogy mit tudunk tenni a saját energiabiztonságunk érdekében. És itt visszakanyarodunk egy olyan témához, ami most perifériálisnak tűnik a napirendhez képest, hogy stratégiai hiba élelmiszeripari vagy élelmiszerfeldolgozó nagyhatalom helyett akkumulátor nagyhatalommá tenni ezt az országot, hiszen az élelmezés ellátás alapvető kérdés lehet. A 112. sorban legfeljebb az akkumulátorgyártás ehhez képest. De menjünk vissza az áram és földgáz ellátáshoz is, ugyanis lehet és kell is erőlködni, erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a földgáz függőségünket egy rövid időn belül jelentősen tudjuk csökkenteni. Ezt nagyon könnyű megfogalmazni, nagyon könnyű kimondani, de sokkal nehezebb végrehajtani, főleg akkor, amikor a lakosságnak esetleg pénzügyileg arra alkalmas része számára is akadályozzák, például a napelemes megoldások alkalmazását, ahelyett, hogy azt tennék, hogy a végletekig leegyszerűsített adminisztrációval segítenék azokat, akik akár önerőből, akár pályázati források segítségével nagymértékben tudnák a lakóingatlanok, a saját lakóingatlanjaik energiabiztonságát, vagy energiafüggetlenségét, mert ez még fontosabb, biztosítani. Nézzük az áramellátást. Nagyon fontos lenne a minél gyorsabb hálózatfejlesztés, a paksi fejlesztés minél nagyobb ütemben történő megvalósítása, de van itt egy másik égetőbb kérdés, ami viszont a földgázellátáshoz kapcsolódik. Mert hiába nyitunk teret a megújuló energiaforrásoknak, hiába fog paks esetleg gőzerővel fejlődni, hiába fejlesztjük a villamos hálózatunkat, ez mind több éves folyamat. Ez nem fog egyik évről a másikra, főleg 2023-as éven belül megoldódni, és olyan léptékeket venni, vagy olyan fordulatot venni, amely nagy mértékben segíteni a lakosság energiabiztonságát. Mert nem csak az a probléma, persze az is az, hogy mennyiért tud a magyar lakosság, és mennyiért tudnak a magyar vállalkozások áramot és gázt venni, hanem az is fő kérdés, hogy egyáltalán lehet-e áramhoz és földgázhoz hozzájuk, egyáltalán lesz-e felhasználható földgáz vagy áram. És arra akarok kiukadni, hogy nem is annyira hagymázas elvetelműt elméletek szerint csak a makói árokban 600 milliárd köbméter földgáz lakozik. Azt veszük alapul, hogy kb. 10 milliárd köbméter Magyarország éves átlagos gázfogyasztása, akkor nem nehéz kiszámolni, hogy 60 évre való tartalékunk lapul csak a makói árokban. Önellátás, csak magunkra számíthatunk, tisztelt hölgyeim és uraim, szímsza alatt mondom ezt. És akkor még a Dél-Dunántúlra, vagy a Dél-Alföldre nem is látogattunk el. Az, hogy hirtelen a MOL kb. 30 éves fáziskéséssel, mondjuk, de egyébként nagyon helyesen, de 30 éves fáziskéséssel elkezdte az anyaország, magyarországi lelőhelyek föltárását, és furtak egyet vecsésen, láss csodát, világ van földgáz. A saját választókerületemben vagy a környékén is vannak nagyon helyes kutatások. Penészleken, a nyírbátori választókörzetben már régóta van egy komoly lelőhely, amelynek a pontos adatait nem tudom miért titkosan kezelik. De ha nem megyünk Makótól távolabb, akkor ott van 600 milliárd köbméter földgáz a mi területünkön, a mi felségterületünkön, ahogy tetszik. Csak az a probléma, hogy a mondat meg úgy folytatódik, hogy állítólag egy amerikai és vagy kanadai koncern kapott rá koncesziót. Ha ez igaz, akkor nagyon kíváncsi lennék, hogy melyik kormány adott erre, milyen időtávra ilyen jogosultságot az amerikai, kanadai cégnek. És ha lehet, akkor akár a rendkívüli jogrendattal rendelkezésekkel élve, akár nyilván tárgyalásos úton, meg gazdaságilag falső szereplőkről van szó, és nem jöjjön most csak úgy berúgni az ajtót, mert hogyha az ajtó lengőajtó, akkor rosszul járunk, és esetleg arcon csap minket. És azért hősies szabadságharcot vívni,
hogyha mindaz, amit elmondtam, megfelel a valóságnak, szerintem megfelel, akkor ezt a kitermelési jogot visszaszerzi 100%-os mértékben a magyar állam. Mert rendkívül időkben, rendkívül intézkedésekre van szükség. És ha van olyan szabadságharc, amelynek van értelme, akkor ez pontosan olyan. És akkor nem is beszéltünk még a Becsési, meg a Vaja környékén zajló feltárásokon kívül arról, hogy a MOL saját bevallása szerint ebben az évben, ha jól emlékszem, 40 milliárd forint körül összeget kívánnak újra lőhelyek feltárására, fúrásokra költeni. Nagyon helyes, van bőven pénz a MOL-nál, úgyhogy őket aztán nem kell félteni. Fúrjanak csak minél gyorsabban és minél többet. És akkor hirtelen növekszik az önellátás százalékos aránya. Az, hogy miért kellett erre 33 évet várni, miért kellett megvárni a világháború közelségét, miért kellett megvárni az ukrán területen zajló amerikai-orosz háborút, miért kellett egy ilyen válságos időszakot kivárni ahhoz, hogy erre a lépésre jussanak, hogy ezt a lépést megtegyék, az ugyan egy jó kérdés, de jobb később, mint soha. A kérdésem az tehát, tisztelt államtitkár úr, hogy ön lát-e arra reális esélyt, hogy csak a makójárokban fellelhető rendkívül nagy gázmennyiséget, amely 60 évre megmenekülést jelentene, és nem ugye 102, hanem lehet, hogy 42 forintos köbméterenkénti gázárat hoznál a magyar választópolgárok részére, amely egyébként az önök politikai népszerűségének és támogatottságnak is nagyon jó utána, tehát az önök számára is egy incsiklandó, kínálkozó, nagyon ígéretes perspektíva, egy ilyen fontos lépés, csak akkor tényleg szembe kellene menni. Tudom, hogy nem államtitkár úron múlik, tehát nem önt akarom kellemetlen helyzetbe hozni, félreértés ne essék, de azért mégiscsak érdekelne ez, mint a hazájáért aggódó, a Fidesz törvényesen jobbra álló parlamenti, jobboldali, radikális ellenzéki képviselőt, hogy ezzel kapcsolatban, ezek az elhallgatott tényekkel kapcsolatban mi a helyzet, mert ez sokkal fontosabb lenne a magyar emberek számára tájékoztatás és információ áramlás kapcsán is, mint a különböző sokszor tényleg egybites kormány propagandába tartozó üzenetek, hogy hogyan tudjuk ezt az alapvető energiaellátást biztosítani a magyar háztartások számára. És ez már csak azért is fontos kérdés, és sokat szorultalok vissza a makójárokra, mert ami megtörtént az északjáromlat esetében, az könnyen megtörténhet délebre is, és hogyha mondjuk, na Isten, ott is történik egy terrorcselekmény, és a délfelől érkező ellátást is megsemmisítik, akkor ismereteim szerint a 10 milliárd köbméter évenként átlagos gázfogyasztásnak jó esetben csak 20-30%-a biztosított. Tehát, hogyha azt a hatápot is elvágják, akkor körülbelül 2-3 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésére az országnak, ami azt jelenti, hogy körülbelül a gazdasági kőkorszakba vág minket vissza, hiszen nem lehet egyik évvel a másikra kizárólag megújuló energiaforrásokra átállítani a lakosságot, a vállalkozásokat és a magyar gazdaságot. És értem én Nacsa képviselő úr mérhetetlen elhivatottságát, még azt mondom, hogy részben még a békepárti őszinteséget még egyébként nem is kétlem, de önmagában attól, hogy békepárt vagy bármilyen nyilatkozatot elfogad az országgyűlés, még nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy ha már az adottságaink lehetővé teszik, akkor akarunk is-e mondjuk gázfüggetlenséget, vagy visszaszerezni azt, amit a mi földünkből, a magyar földből nyernek ki amerikai-kanadai koncernek, és nekik termel zsíros hasznot, ők elképesztő profitot tesznek szert, mi meg 747 forintért vehetjük azt a gázt, amit fillérekkel is megkaphatnánk. Azért ez mégiscsak az egészen extrém, kivételesen vérlázító kategória, tisztelt hölgyeim és uraim. Pontosan olyan idők van, amikor nem engedhetjük meg magunknak, amúgy sem engedhetnénk meg, hogy tűruhás kislányként viselkedjünk. És egyébként miért kéne becsokizni amerikai meg kanadai koncernektől? Miért kéne amiatt megijedni, hogy valakik az Egyesült Államokból meg Kanadából jönnek? Mert ha azt már benézte a világ, a régi székely mondást nem vett figyelembe, hogy a medve nem játék, az orosz medve sem, akkor legalább, amikor már a baj kezd teljes mértékben kiszélesedni, de még talán kaptunk egy kis időt. Igen, enyhe telet kaptunk a következő térre vagy telekre való felkészüléshez. Tekintsük ezt odafentről érkező kivételes és lehet, hogy utolsó és egyszeri segítségnek, akkor érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy élelmiszeripari kapacitásokat növelünk, hiszen bárhogy ragozzuk, főleg, hogyha a mostaninál is nehezebb idők jönnek, akkumulátorok nélkül meg lehet élni, ennivaló nélkül nem. És ugyanilyen fontos lenne olcsó földgázzal ellátni azt az országot, amely nem fog tudni, ismétlem,
1-2 éven belül átállni kizárólag megújuló energiaforrásokra. Ezekre a fontos kérdésekre várnék minél pontosabb válaszokat, amennyiben mert lehet lehetséges én is, hogy ez egy hosszabb áttekintés, vagy felkészülés idő kell, akkor természetesen írásbeli választ is elfogadok. Figyelembe véve az, hogy nem tisztán és nem kizárólag államtitkár úr hatáskörébe, vagy működési körébe tartoznak ezek a fontos válaszok. Köszönöm. Köszönöm szépen.